összeállni látszik a kör, azért most már rendben van. Ez a feladat áll előttetek. Lényegében még egy betanult stádiumról beszélhetünk, még vannak benne hiányosságok, nem is kevés, mert lényegében erről szól a sportolás, hogy folyamatosan fejlesztjük a gyerekek tudását, illetve ebben a sportban konkrétan a kőröket. Ez a korosztály majd meg is méretteti magát. Ez egy bemutató lesz, aminek a célja az lenne, hogy a sportágunkat, a szinkron korcsolyázást népszerűsítsük. Lényegében Magyarországon nagyon nem ismerik az emberek ezt a sportot. Ismerik a műkorcsolyázást, a jégtáncot, de azt, hogy csoportosan is korcsolyáznak fiatal lányok, és ebből is rendeznek világbajnokságot, illetve nagy nemzetközi versenyeket, van országos bajnokságunk is, ezt nagyon sokan nem tudják, úgyhogy ebből a célból, hogy ezt megismerje a közönség, ebből a célból szervezzük ezt a bemutatót a Pólus Centerben. Kiket vártok erre a bemutatóra? Bárkit, aki érdeklődik a sportág felől. Itt lesznek majd műkorcsolya bemutatók, akár jégtánc is, illetve a szinkronkorcsolya csapat is fellép. Többnyire gondolom én, hogy fiatal lányokat, családokat érdekelhet, úgyhogy bárki, aki szimpatizál így a jeges sportokkal. Az edzéseitek pedig a jégpalotában vannak. A jégpalotában valóban, illetve a Népstadionnál a gyakorló jégcsarnokban. Itt most van egy utánpótlás csoportunk, ahova továbbra is várjuk a jelentkezőket. 4 és 9 év közötti, főleg inkább lányokat, de természetesen fiúk is részt vehetnek ezen a tanfolyamon. Itt hétköznaponként általában délutáni órákban tartjuk ezeket a foglalkozásokat. A bemutató pontosan november 16-án délután 4 órakor lesz a Pólus Center jégpályáján. Akkor kívánom, hogy minél több érdeklődő legyen, és legyen itt bőven az utánpótlásból nektek is. Köszönjük szépen!